Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Mostani vendégem Gubica Mátyás, aki az InfoScreen nevű startupnak a tulajdonosa és ügyvezetője, ugye? Jól így mondtad. Igaz, igen. Az InfoScreen, tehát hogy miért kerül ez egy ingatlanos csatornára ez az egész, az InfoScreen az tulajdonképpen digitális fali újság, ugye? Így van, egy digitális fali újság szolgáltatás, hirdetéssel kiegészítve, egy teljesen új hirdetési felülettel kiegészítve. Tehát hol szokott lenni fali újság? Társasházakban. Így van. És hol jön ez az ingatlan kérdéshez? Hát most azon túl, hogy én magam is rendelkezem társasházkezelői végzettséggel, és ugye azóta sok mindent tudok, hogy például miért kéne lakógyűlésre járni, meg hogy működik egyáltalában egy társasház, és hogy ott milyen dolgokat szokás megbeszélni, és hogy hogyan tudsz te beleszólni egy társasház életébe. Ennek ellenére nem járok én sem lakógyűlésre, mert egyszerűen idő szempontból ez nem kivitelezhető. Viszont, amikor egy ingatlan eladás következik, akkor rendszeresen belefutunk abba, hogy hát össze kell szedni egy csomó dokumentumot. Például társaság alapító okiratot, SMS-t, nem ártana megnézni egy utolsó közgyűlési beszámolót, és erre nektek mind van megoldásotok egyrészt, másrészt, tehát amikor ugye elkezdtünk erről beszélgetni, akkor digitális valóság, na bum, mire jó ez? Uh-huh. Amikor ezt így megmutattad, elmondtad, akkor így megvilágosodtam, ez egy óriási jó cucc. Így van, így van. Tehát maga az okos otthon szolgáltatásunk társasházak számára az két fő részből áll, a digitális fali újságból, és ez van egy kiegészítő mobil applikáció. És a digitális fali újságra a képviselő tud lakóknak szóló üzeneteket kiírni, és ezt majd szeretnénk, ha összeköttetésben lenne az összes közműszolgáltatóval, vízművek, elmű, FKF, stb. És hogyha bármilyen üzemzavar van, vagy társasházat érintő probléma, mondjuk egy csőtörés, akkor az direktbe ki tudja írni az ügyintéző is a társasház monitorjára, és akkor egyből informálja a lakókat. Ez az alaptermékünk, és ehhez tartozik egy ilyen svájci bicska mobil applikáció, amibe, ahogy te is mondtad, az SMS-t, közgyűlési jegyzőkönyveket, meghívót, mindent PDF formátumban közzé lehet tenni, és ugyanúgy telefonon is megkapják ezeket az üzeneteket. Tehát ha épp otthon se tartózkodsz, de tudod, hogy áramszünet van, és majd este 8-tól lesz újra áram, akkor nem sietsz haza, elintézel még egy bevásárlást. Emellett van mérőóraállás bejelentés funkció is, tehát sok panelházban még mindig papír alapon írják, hogy milyen az aktuális melegvíz, hidegvíz fogyasztás. És megőrít, hogy ott van a postaládában, két hét múlva veszem ki, át már lejárt, bocs, és akkor kidobhatom a falba. Meg azt kézzel kell a képviselőnek berögzítenie egy Excel táblába. Na most... És ugye minek? Igen. Mikor ezt meg tudja csinálni a felhasználó is. Igen. Tehát egy lefotózza a mérőórát, bepötyögi az állást, küldés, és már ott van a képviselőnek kezelőrendszerében. Hogy jött az ötlet? Először beszéljünk erről. Az ötlet úgy született, meg én is társasházban lakom jelenleg is, hogy csőtörés volt az ingatlanunkban, és hát nem volt víz egész nap. És amikor az ember úgy hazajön edzésről este 8 után, szeretne lefürödni, megnyitod a csapot, semmi. És hívtuk a vízműveket, foglalt, közös képviselő foglalt, már egymáshoz kopogtak át az emberek, hogy mikor lesz már víz végre. És akkor jött az ötlet, hogy basszus, hát miért nincs erre valamilyen kijelző, egy applikáció, valamilyen kommunikációs csatorna, ahol a kis vízművek munkatársa kiírja, hogy ettől eddig nem lesz víz, zajlik a helyreállítás, és mindenki megnyugszik, és akkor úgy tervezi a napját. Vagy legalább tudunk a problémáról, mert ugye igen. Nálam ez úgy működött, volt hasonló, ahol én lakom, a 7. emeleten volt egy lakásba csőtörés, és én a 2. lakom, és hallom, hogy csurog a víz. Hol, miért csurog a víz, basszus? És látom szépen, hogy a WC meg a fürdőszoba a plafonján úgy kezd így puposodni, tudod, a festék, uh-huh, a diszperzit. Pont fölötted. És hát sok emelettel fölöttem, tehát sokkal rosszabbul járt a 6. vagy az 5. emeleti, de már nálam is jött ki a víz, és hallottam, folyamatosan csurog a víz hátul a strangokon.
És mi az Isten van? És a tulajdonos, aki abban a lakásban, aki a tulajdonosa annak a lakásnak, ő valahol külföldön. Tehát még csak utolérni se lehetett őt. Uh-huh. Ugye felmerül a kérdés itt, hogy egy társasháznál mi a francér nincs meg az összes tulajdonos telefonszáma, e-mail címe? Mert ugye erre is tudok ám ráfűzni olyan sztorit, hogy például ugye újépítési társasházaknál szokott előfordulni az, hogy a garázs. A garázs osztatlan közös tulajdon. Mert ugye egy terem garázs nem szokás felosztani albetétekre. Uh-huh. Na most ezzel az a probléma, hogy mivel osztatlan közös tulajdon, az összes tulajdonos társnak elővásárlási joga van. És ez azt jelenti, hogy neked minden tulajdonos társat fel kell hajtani, mindenkit értesíteni kell, és mindenkitől meg kell szerezni egy nyilatkozatot, hogy köszöni, ő nem kíván élni az elővásárlási jogával. Uh-huh. Ez egy embertelen meló, most gondolj bele, hogy mit tudom én, van 100 tulajdonos társ mondjuk egy garázsba, akkor neked 100 levelet kell feladni, megírni, jó, sablonizálsz nyilván, de 100 levelet akkor is meg kell írni, be kell borítékolni, fel kell adni a postán. És a nyilatkozatokat be kell tőlük szedni. És be kell szedni, és így van, és lesz, akit majd nem találsz meg, akkor időhúzás, stb. Idő után beáll a kézbesítési vélelem, de akkor is embertelen meló, és 100 levelet feladni azért a posta se ingyen dolgozik, tehát ebbe beleköltesz mondjuk 200-300 ezer forintot, és akkor még cumizol vele egy hónapot, és lesz olyan tulajdonos, akit nem tudsz utolérni, stb. Tehát, hogy még legtöbb helyen oda nem jutnak el, hogy egy e-mail cím legyen már, amire én megkapom, hogy figyelj, tudunk róla, hogy csőtörés van, és akkor dolgozunk az ügyön. Szóval nekem is volt hasonló történetem, és ugye nálatok ez a rendszer, ez tulajdonképpen összekapcsolja real time a közös képviselőt a lakókkal. Így van. Úgyhogy én, amikor először beszéltünk erről, én nem értettem, de aztán így megvilágosodtam, hogy ez óriási. Igen, hogy tényleg el lehet érni vele minden lakót, hát aki természetesen használja a mobil applikációt, erre beregisztrál. Az fontos, hogy tehát a jogi utakat az sajnos ez nem képes kiváltani, de azért a kommunikációt azt nagyságrendekkel meg tudja gyorsítani. Tehát, hogy egy közös üzenet kimegy minden lakónak, és akkor abból már tudják, hogy na, lesz egy elővásárlás a garázsra, és akkor legyenek kedvesek ezt is, ezt keressék, vegyék fel a kapcsolatot. Tehát erre kiválóan alkalmas, igen. Egyébként a rendszert azt a társasházlaknak jelenleg most díjmentesen adjuk, tehát aki képviselő is díjmentesen tudja használni, és a reklámbevételekből tartjuk fenn a rendszernek a működését. Aha. Tehát azért van két képernyő a társasházban, az egyik a digitális fali újság, amire a képviselő tud kérni, és a másik, ez egy teljes értékű videós reklámfelület, és gyakorlatilag így, amíg a liftre várnak, addig el tudják olvasni magát a társasházas üzeneteket is, és ott megy mellette a reklámvideó is, ami egyáltalán nem zavaró, úgy gondolom, tehát kifejezetten még szórakoztató is lehet egy olyan kellemetlen szituációban, amikor mondjuk egyszerre hárman, négyen várnak egy liftre, nem ismerik egymást, és akkor mindenki nézelődik, hogy valamit keressen így a tekintetének, ami leköti, és arra meg teljesen jók lehetnek ezek a felületek. Pörgős felületekről van szó, tehát szeretnénk, hogyha hirdetés szempontjából így az akciós újságot mondjuk kiváltaná. Most hirdet nálunk például a Penny is, és az egyes ilyen szekciókban 3-4 termék is belefér, mintha egy újságot lapozna az ember. Egyik akció következő, és ezt hétről hétre tudják cserélgetni. Tehát díjmentes nálunk a kreatív csere is. Szeretnénk egy ilyen pörgős felület lenni, ne papírragaszokat használjanak, ne akciós újságot, hanem ilyen környezetbarát zöld felület, amit biztosítunk így a házak és a hirdetők számára is. Hát főleg, ha napelem hajtja, akkor aztán teljes mértékben zöld lehet. És hogyha valakit ez érdekel, tehát ugye két célközönséget fedezek fel, az egyik az lehet a közös képviselet, tehát társasházak, a másik meg a hirdetők, akkor ők hol találnak meg titeket? Az infoscreen.hu weboldalon tudják velünk felvenni a kapcsolatot. Külön van egy aloldal az okos otthon szolgáltatásról. Ott a képviselők tudják felvenni velünk a kapcsolatot, vagy hogyha lakó szeretné a házába, akkor szintén meg tudjuk oldani, hogy mi felvegyük a kapcsolatot a képviselővel, hogy érkezett egy ilyen igény, illetve hirdetési szempontból meg szintén létrehoztunk egy aloldalt, ott külön a hirdetési felület megtekintés számait,
hány helyen elérhető jelenleg, most 82 helyszínen vagyunk csak Budapesten, és 13 darab különböző kerületbe, és letölthető a brosúránk címlistával, részletes ismertető anyagokkal. Ha már promóról van szó, akkor én nehogy kimaradjak. Aki még nem tudja, ajánlom figyelmébe az ingatlanos tudáskönyveket, amik, hát hogyha eladnál, ha vennél, azt gondolom, hogy elég hasznos információkat fogsz tudni benne találni, úgyhogy már sokszor elmondtam, nézzétek vissza az előző videókat, abban benne van a full üzenet. Illetve, hogyha ingatlant adnátok el, vagy vásárolnátok, vagy újabban bérbeadással is foglalkozunk, tehát hogyha bérbeadó lakásotokban keressetek minket bátran, szívesen segítünk. Van-e még szerinted valami, amiről nem beszéltünk? Szerintem okos otthonrendszert nagyon alakba átbeszéltük, részletes infókat a weboldalunkon keresztül megtaláljátok, illetve hogyha a hirdetéssel kapcsolatban keresnétek minket, akkor bátran szintén az infoscreen.hu-n ott vannak az elérhetőségeink. Oké, mai rész eddig tartott. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.